a Mátészalkai Ipari Park madártávlatból. Az első ipari létesítmény 1970-ben épült, azóta 42 vállalkozás települt be, több mint 78 hektár területre, amely Mátészalka belterületén helyezkedik el. A Nyíregyházán tartott legutóbbi befektetés ösztönzési workshopon Szabó Tünde kormánybiztos úgy fogalmazott, nagyon fontos az együttműködés a cégek, az önkormányzatok és a kormányhivatalok között, mivel számos olyan cég van, amely olyan célokat tervez megvalósítani, amelyek mindannyiunk közös ügyei. Ugye vannak európai uniós források, amelyeket eddig is nagyon jól használt fel Nyíregyháza és a Vármegye, és ezt követően is nagyon szeretnénk azt, hogy sikeresek legyünk, és azok a fő irányok, amelyek eddig voltak, a munkahely megteremtése és megtartása, infrastruktúra, fejlesztés, akármelyik területen, azt gondolom, hogy ezek a főbb irányvonalak meg fognak maradni a jövőben is. Úgyhogy ez az egyeztetés ma elkezdődik. Itt egy nagy projekt valósul meg a Széchenyi tervben, és azt gondolom, ez egy nagyon jó dokumentum született, nagyon sokan dolgoztak benne, hogy összerakva az igényeket, összerakva az elmúlt időszaknak a történéseit és a jövőbeni terveket, mindent meg tudjunk valósítani. A Vármegyei Paktum irodában harmadik alkalommal gyűltek össze a települések, cégek és különböző intézmények vezetői, hogy a Vármegyét érintő gazdaságfejlesztési stratégiáról egyeztessenek. Szabó István, a Vármegyei Közgyűlés alelnöke azt mondta, a közösen kialakított befektetés ösztönzési és gazdaságfejlesztési stratégiát 2027-ig európai uniós és kormányzati forrásból lehet majd megvalósítani, és ez nem csak Nyíregyházára, hanem az egész Vármegyére ki fog terjedni. Erre példaként Mátészalkát említette. Pont az a lényege, hogy az egész megyére kiterjedő legyen ez a tevékenység, és a megyében felmerülő lehetőségek, szándékokat becsatornázzuk. És érdekessé tegyük a megyét a külső befektetések, a befektetői tőke szempontjából is. Természetesen Nyíregyházán kívül is vannak olyan pontjai a megyének, ahol már most is jelentős ipari tevékenység folyik. Ez a mi területfejlesztési terveiben decentrumoknak nevezett települések, Nyíregyháza, Mátészalka és Kisvárda, ahol nagyon jelentős ipari tevékenység folyik. Ezek között is Mátészalka tudhatjuk, hogy az országban másodikként ipari parki címet elnyerő ipari parkot működtet, ahol nagyon jelentős nemzetközi vállalatok települtek és folytatnak tevékenységet, és egyrészt a köréjük települő cégek, illetve magyar kezdeményezések is megtalálhatók. Szabó István hozzátette, ennek az új kezdeményezésnek a célja, hogy növeljék a Vármegye versenyképességét, akár a befektetések idevonzásában, akár abban, hogy a már működő vállalkozások továbbra is sikeresek maradjanak.